egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény csak a babaváró támogató és a jelzálók hitel elengedés igénylésének feltételei, bővül az igénylők köre is. A babaváró támogatás igénylésekor a mozaik családoknál nem lesz feltétel az első házasság. A diplomás gyed időszaka is beleszámít a TB jogviszony időtartamában. A külföldről hazatérőkről minimálisan elvárt hazai viszony igazolás időtartama pedig 180-ról 90 napra csökken. Özvegyülés esetén akkor sem szűnik meg a kamattámogatás, ha házas párnak 5 éven belül nem született gyermeke. Iker gyermekek születésekor pedig a támogatás törlesztésének szüneteltetése 3 plusz 2 évig jár majd, vagyis az egyik gyermekre igénybe vett 3 év után a másik gyermekre is kérhető még 2 év szüneteltetés. A jelzálók hitelek csökkentését pedig olyan esetekben is igényelhetik a családok, ha az ingatlan csak az egyik szülő nevén van. A csok igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözőknek a méltányossági eljárás lehetősége is biztosított lesz a külföldi TB jogviszony igazolása során. A kormány ezentúl is mindent megtesz azért, hogy ne legyenek anyagi akadályai a gyermekvállalásnak, és mindenki itthon alapítson családot, teremthessen saját otthont.